Sziasztok! Vasárnap van, olyan nagyjából reggel 9 óra, 2 óra indultunk el Budapestről, és Kaposvár felé tartunk. Azért indultunk el ezen az álmosító reggelen Kaposvár irányába, mert ott fogunk találkozni a Lendülettel Magyarországért nevű párt helyi képviselő jelöltjével, aki az utolsó aláírásokat gyűjti össze azért, hogy elindulhasson hivatalosan is képviselő jelöltként választásokon. Ha nem hallottál valamíg erről a pártról, az nem a te hibád, hanem a választási rendszernek a csalásra programozottságából adódó kényszer. Rengeteg ilyen párt fog elindulni mostantól kezdődően a választáson, egészen elképesztő elnevezésekkel majd azért, hogy megossza az ellenzéki szavazatokat. Ezek egyik a Lendülettel Magyarországért párt, amit Lévai Katalin alapított, és az elmúlt hetekben borzolta a kedélyeket, ugyanis pont a legesélyesebb és leginkább billegő körzetekben indított rá jelölteket a helyi ellenzéki jelöltekre. Például Lévai Katalin Zuglóban indul majd el, aki a pártnak az elnöke. Szállunk vissza a kocsiba, megyünk Kaposvárra. Bolondok háza. Tiszteletem, én meg a Gulyás Márton vagyok, és fiatalos úr. Gulyás Márton. Igen? Tiszteletem. Egy ilyen negyed óra, 20 perc múlva ott vagyunk a Kaposvárot. Jó, István. Egy ilyen negyed óra, 20 perc múlva ott vagyunk a Kaposvárot. Konkrétan azt mondta, hogy Bolondok háza. Igaz, mondta Bolondok háza. Jól itt. És még ennél is jobban folytatódik. Utunk Kaposvárra vezetett, itt várt ránk fiatalos Árpád, a párt Somogy megyei jelöltje. A telefonhívás során a vonal túlsó felé megszólított István nevét jegyezzük meg, vissza fogunk még térni a személyére. Megérkeztünk Kaposvárra, itt van a Vásártér, ahol már vár minket fiatalos Árpád, a Lendülettel Magyarországért képviselő jelöltje, aki most is gyűjti az aláírásokat éppen azért, hogy holnap leadhassa a minimum 500 aláírást ahhoz, hogy hivatalosan is nyilvántartásban megyek. Szép jó napot! Maximális tiszteletem! Legnagyobb tiszteletem, Gulyás Márton, üdvözlöm, tiszteletem. Hello! Gulyás Marci. Gulyás Marci, hello, sziasztok! Hogy haladtok? Mi a helyzet? Akadozunk, igyekszünk amennyire lehet, de hát előző hétvégén is kint voltunk a vásárban ugyanígy. Aha. Szerbusz, köszönöm szépen, hogy eljöttél. És mennyi hiányzik, meg szabad kérdezni? Hát körülbelül, de nem tudom pontosan mennyi van, mert még kell. De meg lesz az 500? Bízzunk benne. Igen? Igyekszem. Hogy kérdezik kapcsolatban lendülettel, azt lehet tudni? Van egy barátom, Pesten kaposvári volt, és hát nem akarom ugye a nevét mondani. Egy pártag vagy? Vagy? Ő is. Tehát ő ott fent Pesten, minden is mondta, engem azért ajánlott, mert úgy gondolta, hogy előre tudunk lépni vele. Uh-huh. Majd az ő beleegyezésével esetleg lehet, hogy mondom a nevét, de most nem akarom most konkrétan, mert még alakulunk. Mikor léptél be a pártba, szeret tudni? Hát körülbelül egy ilyen másfél hónap, kettő. Hogy kérdezitek a felvelendületen Magyarországért, azt meg lehet kérdezni? Én a barátom által, Dökmen vagyok. De te voltál második már a külsőben a pártban? Nem. Ez az első napod? Igen? Igen. És milyen eredménnyel lennétek elégedettek a választáson? Mit láttok? Tehát mi lenne a jó a lendülettel Magyarországértnak? Hát örülnénk neki, hogyha indulhatnának a választáson. Egyébként... Meg a jó. Tegnap is mi volt ez a piacon. Ez volt már élő is. Hát jó. Néztem a képeken. Mit kell kezdeni az egészségügyen? Mi a párt válasza? Akkor mi több biztosítós modell, vagy mi lenne a megoldás? Hogyan kellene forrást teremteni? Ez jó kérdés. Azt kérdeztem pont, hogy kivel lehetne elképzelni koalíciós kormányzást? Ugye azok, hogy mondjuk esetleg bekerültek 5%-kal? Nem tudok még ilyenről nyilatkozni, mert a pártelnökkel egyeztetni. Le kell ülnöm, tehát először be kell kerülni. Aha. Addig felesleges egyezkedni, mert az olyan, mintha fogsz egy papírt, összetéped, eldobod, semmi jelentősége nincsen. Diszkréten csak annyit tudok mondani, aki nem önmagának akarja hatalmat, akkor az mindegyik működik. Sajnos azonban a párt operatív igazgatója egészen máshogy gondolkodik erről a kérdésről is. Az én elképzelésem, sőt, tehát a párt elképzelése ebből a szempontból, hogy nem végigmegyünk ezen az úton. Tehát nem gondolkodunk visszaléptetésekbe. Az úriember Kunovics Rezső, a Lendülettel Magyarországért operatív igazgatója, aki a kaposvári utunk után pár órával hívott fel, értetlenkedve az érdeklődésünk miatt a kampány kellős közepén a pártjuk valós társadalmi beágyazottságával és ismertségével kapcsolatban. Miért merülnek még ezek föl ezek a kérdések így?
Tehát az az igazság, hogy... Tehát ha jól értem az a kérdés, hogy miért tettem fel egy bizonyos kérdést a jelöltjügynek, aki a választásokon indulni akar? Kunovics úrra mindjárt visszatérünk, de időközben Kaposvárot forróvá vált a talaj, és néhány telefonhívás beérkezését követően az aláírás gyűjtők úgy döntöttek, inkább befejezik aznapra az aktivistáskodást. El kell mennünk. Jó, merre megyünk, mondjad? Lakásra megyek én. Most kövessünk, vagy hol találkozunk? Hát... Azt írták, hogy vessek véget, mert... Mi? Mennem kell gyorsan, mert nem tudom miért, mert el kell vinni a gyerekeket Pestre. Igen? Már lebosztak, bocsánat, letoltak, hogy én aláírás gyűjtéstek vagyok itt kint, és ne folyamatosan. Tehát nekem az volt a dolgom, hogy alá... Le. Nem. Barátom haveri alapú. Ez az István? Na, össze. Hát ő ilyen. Hogy milyen, azt nem tudtuk meg, mert pár percen belül begurult egy autó, amit a titokzatos István küldött a pesti aktivistákért a sofőrjével, és septiben elszáguldott velük. Egy telefonszállat nem csinálunk, hogy csinálunk egy pesti interjút? Hát ne valahogy, nem szeretek. Nem szeretnél interjút? Nem. Nem? Jó. Jó utat. Szervusz, köszönöm szépen. Ezután Árpáddal próbáltunk interjút készíteni, de István láthatatlan keze ide is utánunk nyúlt. A kampányfőnök azt mondta, hogy elég volt ez a forgatás. Igen, miért? Hát, ugye, őszintén megmondom, hogy remélem, hogy nem mondtam olyan dolgot, ami esetleg rossz fényt vett én rám, de nem egyszerű. Milyen István, mondd már a nevét? Kampányfőnök a hivatalos. Ő nem kampányfőnök, ő volt a, hogy hívják, a haverom, aki szólt. Ő nem kampányfőnök, csak haverom. Ki a kampányfőnök? Internetre felmész meg. Internet, az a baj. Nincs fenn a honlapon. Most fog, a honlapon semmi nincs fent. Most fog fel lenni hétfőn. Se egy telefonszám. Hétfőn fel lesz minden. Hétfőn sem volt fent semmi a párt honlapján, ami nem is csoda. Elvére maga a párt operatív vezetője nem tulajdon egy túl nagy jelentőséget az ilyesfajta nyilvánosságnak. Az tény is való, hogy a honlapunknak a kezelése az ilyen másodlagos dolog szempontunk, de dolog lett a szempontunk alapján, mert honlapokat nem nagyon nézegetnek. Te találkoztál valaha ennek a pártnak a vezetőségével? Az egyik nagyobb emberre találkoztam, de a pártvezetővel még nem. Ez most ezután fog majd történni, hétfő után megyek fel most Pestre. És ez szerinted egy tisztességes pártkép, ami így működik? Nem bízom benne, hogy igen. Lévai Katalinnal találkoztál valaha? Nem találkoztam. Móricz Eszterrel? Nem. Bárki másból az elnökséggel? Elnökségből? Nem. Árpi, párt ez? Figyelj ide! Most komolyan, figyelj, de párt ez? Figyelj, de nem árt kamupárt, ez? Figyelj, kamupárt elindul. Szervusz, üdvözöllek! Kamupárt elindulhat a választásokon? Persze, hogy elindulhat. De nem indulhat el. Hogy ne indulhatna el? Mi az, hogy kamupárt? Az, amelyik felveszi a lóvit, azt szalik az egészbe. És ez? Nem hiszem. Mi az, hogy bízol Árpiát? Ne hülyeskedjél már! Van egy megérzésem. Tehát ez egy komoly dolog, fia, választásokról van szó. Emberek aláírnak neked, hisznek benned. És te az arcodat adod ehhez az ügylethez. Egy tisztességes, fia, néztem a Facebookon, egy tisztességes ember vagy. Tudod, amikor az embernek a 99%-ban hitét elvették meg minden, valamiben hinnie kell. Most én megpróbálom. Annyi mindenben van mit hinni, és rengeteg pártnak örülni annak, hogy egy hiteles, de jó jelölt. De azt benne egyikhez sem tudom hozzákötni a jó dolgot. Ez a szomorú, hogy az összes párt, amit Kaposváron, mint szemét. Kaposváról hazafelé interjút egyeztetünk Lévai Katalinnal, a párt társelnökével, aki a felkérésünket akkor el is fogadta, majd az interjú előtti este végül betegségre hivatkozva visszamondta. Ekkor Kunovics Rezsővel abban maradtunk, hogy a párt delegál valakit az eredeti interjú időpontra. Sajnos végül senki nem jelent meg a helyszínen. Szia, Marci! Szia, csak hogy... Tehát ne arra, hogy nincsen senki az elnökségben, aki el tudna jönni az interjúra. Tehát Marci, itt... kirakjuk össze a listát, le kell adnunk ma négyig, és akik a listán szerepelnek velük, folyamatosan tárgyaló határidő van az országos lista leadása. Ugye úgy néz ki, hogy a jelölt mennyiségünk, illetve a megyei talán 12-13 megyében van jelöltünk, tehát mindenképpen lesz egy országos listánk. De bocsáss meg, hogy a párt igaz, a vezetőségéből nincsen egy elnök, egy alelnök, de a Móricz Eszter, vagy tényleg bárki, hát, van egy rendes párt felszervezetetek, érted? Hát, hogy ne lenne. De dolgozunk, Marci, 4 óráig van időnk összerakni, megállapodni, hogy kikerüljenek rá a listánkra.
A telefonbeszélgetésünkben Kunovics elszólta magát, amiből kiderült, hogy a Hősök tere környékén dolgoznak a párt listájának összeállításán. És mivel a párt elnökségi tagja Földényi György, a Nyugdíjasok Országos Képviseletének elnöke, ezért tettünk egy próbát a szervezet Városligeti Fasornál található székházánál, ahol egyenesen Földényibe futottunk. Tiszteletem, Gulyás Márton. Üdvözlöm. Tiszteletem. Megismertem Önt, Ön a Lendületen Magyarországért egyik elnökségi tagja. Nem ad nekünk egy rövid interjút a párttal kapcsolatban? Az igazság, hogy most várok valakit, majd esetleg később beszélhetünk. Fél órát mindenféleképpen várni kellene. Jó, mikor jöjjünk akkor vissza? Egy fél óra. Az itt kérdezik. Esetleg, vagy hogyan? Hát itt a Platánnál beszélhetünk. Platánban, bent? Igen. Fél óra múlva? Fél óra múlva. Itt leszünk, uram. Jó, köszönöm szépen. Tiszteletem. Ugye azt mondta, hogy van esélyetek az 5%-os küszöb megugrására. A véleményem szerint igen. De hogy ezt hogy lehet bizonyítani akkor, amikor a 106 körzetnél a felében sem sikerült a jelöltállításra szükséges 500 aláírást összegyűjtenetek? Hát ebből én arra következtetek ebből, hogy egy fiatal párt vagyunk, a jelöltek még a politikának az elején, mert kezdetén vannak, tehát közel nem volt idáig a politikához. De a legjobb reményetek is gyakorlatilag az, hogy az 5%-os küszöböt meg tudjátok ugrani. Mondom, hogy ez a remény, hogy mennyi a realitás, ha azt kérdezed, akkor valószínű, hogy az túl nagy realitása nincs ebbe a dologba. Egy pártot létrehozni önmagában az nem egy nagy etvasz. 10 alapító kell hozzá egy közepes képességi ügyvéd, meg nem tudom én 80 ezer forint is be lehet jegyeztetni a pártot. Április 8-án pedig az a célunk, hogy legalább annyi szavazatot kapjunk, hogy talpon tudjunk maradni, és már ott tudjunk utána építeni. Hány egyéni körzetben számítotok győzelemre? Hát hárommal mindenféleképpen. Melyik az a három? A Lévai Kataliné, a Móricz Eszteré és az egyéb. Onnantól lettünk érdekesek, hogy a Móricz Eszter csatlakozott hozzánk, a Móricz Eszter indul a Hajdúval szembe a 15. kerületbe, ahol ő most önkormányzati képviselő. Onnantól lettünk érdekesek, hogy a Lévai Katalin indul a 14. kerületbe. Onnantól lettünk, hogy a Földényi György, aki a Nyoknak az elnöke, és ami nekünk is az egyik meghatározó politikusunk, egy nyugdíjas szakértő, indul a 18. kerületbe a Kunhalmi Ágival szembe. Tudtuk, hogy ez kiveri a biztosítékot? Na, náhogy tudtuk. Nekem nincs más járható, mint 4-5, maximum 5, de a 4 jó jelöltemet különösen jól fogjuk menedzselni, és a kampánypénzből az ő célzottan, az ő kampányukra fogunk koncentrálni. De ez a 4-5 pont olyan körzetben van, ami villegő, és ahol egyébként koordinációban lehetne ellenzéki győzelmet hozni. Igen, ez így van. De nekem az nem kérdés, hogy nincs egy integratív baloldali párt Magyarországon ma, de hogy a Lendületlen Magyarországi megjelenése sem szolgálja ezt a célt, az is biztos. Ne haragudjál, nekem van lehetőségem, meg jogom, hogy egy pártot indítson? Természetesen. Akkor. Benne van a pakliban, ha nem jutunk be, de az 1%-ot meghaladjuk, akkor államilag támogatott párt leszünk. Ez tény is való. De most akkor ezzel mit csináljuk? Ne fogadjuk el a pénzt, hogy mi legyen. Tisztességes magatartás ez? Ezt most komolyan kérdezed? Megkérdőjelezed az én tisztességem? Nem, megkérdeztem. De. Megkérdeztem, hogy tisztességes magatartás ez? De ez a kérdésben benne van a válasz is, gyakorlatilag, hogy szerintem nem. És megkérdeztem, hogy tisztességes ez a magatartás. Én meg azt mondom, hogy te megkérdezed az én tisztességemet, és én ezt kikérem magamnak. És válaszolsz a kérdésemre? Mondom, hogy ne kérdőjelezd meg a tisztességemet. Én nekem törvény adta lehetőségem, hogy pártot indítsak. Törvény adta lehetőségem, hogy elinduljak egy választáson. És törvény adta lehetőségem, hogy a lehető legjobb eredményt elérje a Magyarország választópolgárainak az érdekében. Tudom, és azt tisztességes, amit te csinálsz? Szerinted tisztességes az, hogy most idejössz? Hogy találtál ide például? Honnan tudtad, hogy itt vagyunk? Elmondta a Rezső telefonban. Ez legyen az ő problémája. Plusz egyébként elnézést egy pártnak, miért ne lehet ötteni a székelyet? Egyébként nincs fent a honlapotokon semmi. De, ha akarod, megnézed. Nincs fent, hát nézzük meg. De lehet, hogy a honlap. De ne. Nézzük meg a honlapot. De az engem nem érdekel a honlap. Nézd meg. A párt elnökeként nem érdekel a honlap? Nem, az, hogy mit találsz fel, azt akarom mutatni, hogy nem találod meg a székelyet. Semmi nincs a honlapotokon. Egy telefonszám nincs, egy cím nincs. De ha megnézed a bírósági bizottságot, van ott egy komlói cím van. Gyömrői cím van.
Tessék. Bemutatkozás, elnökség. Hamarosan. Így van. Egyszerűen nem volt időnk ebben foglalkozni. Feltölteni? Hány tag az elnökség? Hát most figyelj. Hány tag az elnökség? Most el ne haragudj meg, György. Hány tag az elnökség? Lényegtelen. Egy tagú, 11 tagú, tök mindegy. És 11 évet, hogyha 11 év van, nem lehet feltölteni? Nem. Civil szervezetet vezette is. Tudod nagyon jó, hogy egy civil szervezet vezetése mi. Pláne a választások előtt. Te nem indulsz a választásokon. Mi indulunk. Rengeteg munka volt országot járni, megkeresni a 106 jelöltet, beszélgetni velük. Van egy kapcsolat. Postafiók szám van, telefonszám, és semmi. És miért kell több egyelőre? De nem de hogy lehet kapcsolatot tartani a választókkal? Ott van, ott van. Én például szeretnék... E-mail tudsz küldeni? Van rá lehetőség, nem? Megtaláltál minket? Megtaláltál minket. Hát nagyon hozom munkáren egyébként. Hát akkor ügyes ügyerek vagy ezek szerint, mert ezek hiába titkoltuk, mégis megtaláltál. Egy pártinek nincs egy központi telefonszáma, nincs egy sajtókapcsolatokért felelős személy megnevezve, nem lehet tudni, ki az operatív vezető. Teljesen véletlenül jutunk el az operatív igazgatótokhoz. Nem lehet tudni, hogy hol van egy budapesti telephely, ahol el lehet menni, mondjuk aláírásokat leadni nektek. Ami a Facebookon az utolsó két, amikor lehet aláírásokat gyűjteni, egyszer nem szólítja fel a támogatóit, hogy írjatok alá nekünk. Tehát egy ilyen pártképe neked mit sugároz? Tapasztalatlanságot és kétbalkezességet, más nem tudok mondani. Kicsoda Kunovics Rezső nálatok? Tessék? Kicsoda Kunovics Rezső nálatok? Ezt most nem elkérdezd meg a Kunovics Rezsőtől, hát miért? Kicsoda Kunovics Rezső nálatok? Ő a Kunovics Rezső. És mit csinál ő a pártban? Ő az egyik tevékeny részese a pártnak. Operatív igazgató áll mellette. Ez nem áll helyt? De mondom, hogy így igaz. Tehát ő akkor az operatív igazgató. És mivel a probléma? Csak kérdezem, hogy ezt meg tudod erősíteni, hogy az operatív igazgató? Így igaz, ő az operatív igazgató. Természetesen egy párt úgy tud építkezni tovább, hogyha ha van állami támogatása. Önerőből egy párt nem tud építkezni. Nem tudom, hogy ebből mit akarsz megjelentetni. Vagy föltenni a Facebookon. De előtte látni szeretném, és hogyha nem járulok hozzá, akkor nem engedélyezem ennek a folytatást. Nem vagyunk kötelesek bemutatni semmilyen anyagot előzetesen senkinek. Jó, akkor én meg most mondom, hogy nem teheted közre. Közé fogjuk tenni. Hát akkor tedd közre, de akkor megfelelő lépéseket nekem is meg kell tenni, mert az engedélyem nélkül teszed fel.